Szilagyi Elmi Sándor, nyelvész és professzor Kolozsvár. Nagyon sok funkciója van, az életéről Kászai Zoltán fog beszélni, bemutatja röviden, elmondhatom. A mai esténk a szokáshoz hívően ezt felépítve, tehát az első részben a bemutató, utána következik az előadás, 50-60 perc, utána jönnek a hallgatóság kérdései, majd egy büfével fogjuk bezárni, és szabad beszélgetésre az este. Megkérem Kászai Zoltánt, hogy utassa be az előadónkat. Én is köszönöm, hogy eljöttek a este a szívő ellenére. Igyekszem rövid lenni. Most egy olyan világban, ahol hadügyminiszterek és államelnököt kényszerülnek lemondani magizáltott törvényi munkájuk miatt, sőt, mi több miniszterelnökök, akik őszintén bebizonyították, hogy magizáltak, nem hallottak lemondani, hanem inkább szélnek menesztik azt a bizottságot, amely megállapította a lágjó tényét. Egy olyan emberrel találkozhatnak ma este, aki ennek volt az ellenkező. Amikor Szilágyi tanárból megkerestem azzal, hogy tartsa neki a előadást, tudjon anyagot és életrajzi adatokat magáról, akkor ezt meg is tette, de nagyon-nagyon szépen megkért, hogy sehol sem mutsuk, hogy ő doktor. Mert ő ezt nem szeret. Most erre mondhatnánk azt, hogy Szilágyi tanárból egy nagyon szerény ember, ami igaz, de nem úgy szerény, mint az a fiatal magyar író, akit Kalétinak bemutattak a kávéházban, azzal, hogy itt van ez a fiatal író, nagyon szerény. És Kalinti azt hitt, amit írt, kedves fiatal író. Na még semmit. Akkor mi lesz szerény? Szilágyi tanár úr, igenis van, mire szerénynek lennie. Én nála kevesebb olyan embert ismertem, akik így mondhatnám, hogy polihisztorok. Bartók elnök úr a nyelvész kapacitását hangsúlyozta ki, ami igaz, az az alapfoglalkozása. De a munkássága egész életén át kiterjed a tudományok minden részére. Írásaiban, tanulmányaiban mindig kinyúl a pszichológia, társadalomtudomány, a természettudományok felé, sőt, én hallottam, a matematika is benne van, mert ő azt mondja, hogy mi emberek szakosodtunk erre vagy arra, de a valóság az nem szakosodott. A valóság az egész. Csak mi több szempontból nézzük meg. Tehát ő nyelvész, szociolingvista, foglalkozott a jel és a jelrendszer tudományokkal, előad, fintanár, ott ismertettem meg őt először, tanítványa voltam. És tehát szinte nem is lehet felsorolni azokat a tudományokat, amikor nagyon kívánóan minden. Ezért nagyon nehéz volt eldöntenünk, hogy a mai este sokak közül melyikről szóljon. Ő úgy gondolta, az ő választása volt, hogy a nyelv, a társadalom és a politika mesdéjén valamiről fog beszélni, és ez pedig a nyelvi joga. Az egy kicsit politika és egy kicsit tudományos, és persze nyelvészet is, meg szociológia is, mert nyelvében él a nemzet, nyolc másképpen érteni, hogy hallottam tőle. Még egy dolgot emelném ki, és akkor át is adom a szót. A Szilágyi tanár úr 1994-ben, gondoljuk meg, 4 évvel a kommunizmus bukása után a Romániában írt egy törvény. Egy törvény, megírta ő, ami úgy szól, hivatalos címen, törvény az etnikai és nyelvi identitással kapcsolatos jogokról, valamint az etnikai és nyelvi közösségek méltányos és harmonikus rendezése.
együttműködéséről, hogy így minden esetre én elolvastam hosszú és nehéz olvasmányt. Ő azt kifejezetten a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusai számára írta, azzal a hátsó gondolata, vagy nem is annyira hátsó gondolata, hogy ők majd benyújtják a vitára. Hogy milyen sanszal az egy másik kérdést. Ez valahogy megoldani. Ez nem történt meg. Az RMD ezt nem érdekelte. Pedig én elolvastam, ez nem csak a erdélyi magyarokról szól, hanem ez a világ minden kisebbségéről szól. És ha ez létrejött volna a Romániában, ez a törvény, ezt benyújtották volna és megszavazták volna, akkor az példamutató lehetett volna az egész világon. Kérem, ha beszélni a legjobb. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot, és hát igazán őszintén, úgy ilyenkor szoktak ilyet mondani, úgy általában is, de én tényleg komolyan mondom, hogy köszönöm ezt a meghívást, hogy ide a Bornevissza Péter társaságban meghívtak, hogy egy kicsit ismerkedjünk egymással, mert én már annyira kíváncsi voltam a bécsi magyarokra, és hát emellett pedig az, hogy ez pont itt van, ahol én megilletődőleg gondolhatok, tetszenek tudni kérek Szépfarusi Istvánra, akit én nagyon szerettem, és gondolom, hogy ebben én nem voltam egyedül, mert hát ő egy tényleg ritka példája volt annak, hogy jól felfogva, okosan, a lehetőségekhez képest hatékonyan tudja a közössége életének a gondjait felvállalni. Hát mondjuk legalábbis ahonnan én néztem, az így nézett ki. Közelebbről tetszettek őt látni, nem biztos, hogy közelebbről pontosan így volt, ahogy mondom, mert hogyha valaki eredményt akar elérni, akkor fog olyan helyzetbe kerülni, hogy lesz biztos egy-két ember, aki nem lesz megelégedve azzal, amit ő szeretne, de anélkül nem lehet eredményt elérni. Tehát én valahogy így képzelem ezt. És akkor most már térjek rá az előadásoknak a tárgyára, ami hát nem lennének itt, hogyha ugye nem tetszettek volna látni ezt a meghívót. A címe az, hogy miért is kellenek nekünk a nyelvi jogok. Hát miközben errefele jöttek, valószínűleg tetszettek erről gondolkozni, vagy esetleg nem is olyan nagyon hosszan, de hát erre az első gondolat az, hogy hát miért? Hát ez kérdés, hát világos, hogy szükség van rá, és hogy azért mégse annyira világos, az akkor látszik meg, hogyha tényleg feltesszük ezt a kérdést, hogy miért is tulajdonképpen. És ha megfigyeljük, hogy erre milyen válaszokat adnak különböző helyeken, akkor hirtelen észrevesszük, hogy hát mégiscsak érdemes erről gondolkozni. Ez összefügg azzal is, hogy ugye itt elhangzott, hogy én végzettségemnél, képzettségemnél fogva nyelvész vagyok, de akkor meg miért foglalkozom én nyelvi jogokkal, mikor ugye hát azzal jogászra tartoznak, meg hogy miért foglalkozom olyasmivel, hogy írok egy egész törvényt. Tehát amikor én nyelvész vagyok. Hát itt az volt, már Zoli barátom mondta, hogy hát a világ egyben van, és csak a mi tudományterületeink vannak szanaszéjjel, és azok nem, hogy egyben vannak, hanem nem is lehet külön változni. Tudnélik, a nyelvész az igenis nagyon érdeklődik az iránt, nem minden nyelvész, ne tessék úgy hinni, mert van
aki, mert az is fel van darabolva, aki magyar szintaxissal foglalkozik, és azon belül is a szintaxisnak egy valamilyen speciális problémájával, az nem biztos, hogy közvetlenül őt érdekli az, hogy mi is van a nyelvi jogokkal. De van a nyelvészetnek egy olyan ága, ami a szociolingvisztika, amiről én itt nem kell sokat mondjak, mert ha jól értettem, akkor a Kontra Miklós barátom itt járt, és akkor többen hallottak tőle, és akkor már lehetett azt látni, hogy a szociolingvisztikából mi is van, hogy a nyelvészt az is érdekli, hogy mit csinálnak az emberek abban a nyelvvel, amit beszélnek, abban a világban, amelyben ők beszélnek. Milyen lehetőségük van nekik arra, hogy azt a nyelvet használják, milyen helyzetben, milyen környezetben, és akkor világos, hogy a nyelvésznek is lesz egy válasza arra, hogy miért is van szükség a nyelvi jogokra. Ez nem biztos, hogy egyezni fog azzal, ami a jogásznak a válasza, meg ami a politikusi. Hát én ezt kipróbáltam politikusok közt is, meg jogászok közt is, mert ugye amiután 1989. december 22-én Ceausescu elrepült, már úgy értem, ahol a helikopterrel van, akkor hirtelen mindenki úgy érezte, aki egy kicsit is szeretett gondolkozni, és úgy érezte, hogy még tud is, hogy itt most mindenkire nagy szükség van. És tényleg nagyon nagy szükség volt, mert hát valamit kellett csinálni azzal a helyzettel. És akkor én körülbelül hát 1995 májusáig, amikor volt az RMDSZ kolozsvári kongresszusa, én addig elég aktívan részt vettem a közéletben, és az RMDSZ-nek a munkájában, még az RMDSZ országos elnökségének is tagja voltam. Tehát aztán, hogy miért tartott csak addig, az azért tartott, mert ennyi idő nem volt elég arra, hogy én belőlem politikus váljon. Mert én ott valami furcsa dologgal kísérleteztem. Politikusokat szerettem volna leszoktatni arról, hogy politikus módra gondolkozzon. Ami egy elég reménytelen dolog volt ebben a formában, és hát a 95-ben a májusi kolozsvári kongresszuson beláttam, hogy afelől nem volt nekem kétségem, hogy amit mondtam, az jó lett volna, afelől lett kétségem, de nagyon nagy, hogy azt jó helyen mondtam. Tetszenek tudni, mert egy politikai párt az nem a tudás felhalmozódásának a klasszikus helye, és nem is a tanulásnak a prototipikus helye, hanem ott ugye, hát tetszenek ezt tudni, mert ezt mindenki látja, mert az a nagy nyilvánosság előtt látszik, hogy a politikával ez hogy van. Most nekem az egy nagyon jó tapasztalat volt, mert alkalmam volt ott megfigyelni azt, hogy amikor politikai programban, meg politikai beszédben kerül ez elő, hogy nyelvi jogok. Ami ugye kapcsolódik ahhoz, hogy a jogászoknak a véleményére is támaszkodik. Hát ott az a nézőpont van, hogy hát igenis Romániában, most elnézést kérek, én leginkább romániai példát fogok mondani, mert nekem az a legközelebbi, de ha jól értettem, itt azért elég sokan vannak, akinek az nem egy idegen hely, tehát tudják kapcsolni, és mivel, hogy más meg szintén nem Magyarországon él, akkor az, hogy nem az ország többségéhez tartozni, az mindnyájunknak egy mindennapos tapasztalata, nem egy nehezen érthető dolog. Tehát a politikai meg jogi diskurzus az úgy szokott szólni, hogy igenis, hogyha Románia az európai
mit tudom én, mihez akar csatlakozni, mert ugye hol ehhez, hol ahhoz. Először a NATO-hoz az volt a nagy téma, mert azt hitték, hogy na most ha NATO, akkor most mi lesz, hát semmi sem, mi lett volna. Utána az, hogy Európai Unió, na ott voltak a nagy remények, hogy na itt most már aztán, hogyha csatlakozunk az Európai Unióhoz, akkor igenis a nyelvi jogokat, azokat Romániába be kell tartani, mert ugye vannak az európai normák. Én mindig mondtam nekik, európai normák nincsenek, tisztázók. Mert az európai normák azok olyanok, ha azt nézem, hogy ha mi azt mondjuk a román kormánynak, hogy az európai normák szerint, akkor mi nagyon rosszul fogunk járni, mert az európai normák még azok nemzetközi szabályozások, mert igenis volt egy csomó különféle ilyen, hogy regionális és kisebbségek európai kartája, ahol bizonyos dolgokat szabályoztak. Na de ott ugye mindig látni lehet azt, hogy azok nem egy ország egy bizonyos helyzetére szólnak, hanem azokat úgy kell megfogalmazni, hogy azt minden felé, minden országba, és akkor azok annyira általánosan vannak megfogalmazva, hogy ha mi azt mondanánk a román kormánynak, hogy azokat akarjuk, akkor azt mondanák, hogy akkor tessék abba hagyni azt, amit eddig csináltatok, mert az nem arról szól, mert hát amikor van egy akkora kisebbség, mint a erdélyi magyar kisebbség, az világos, hogy annak a helyzetét azt nem lehet rendesen elrendezni úgy, hogyha azokhoz a nagyon általános dolgokhoz. Én mindig mondtam, hogy az európai normákat hagyjuk, mi Európában élünk, de mi itt élünk, nagyon specifikus problémáik vannak, az nagyon sajátos formában kell megoldani. Ha nem lehet más mintákat, az mindenütt, ahol jól működik ez a dolog, az úgy lett, hogy mindenütt kitalálták, hogy az ő helyzetükre mit a jó megoldások, de nem úgy, hogy egyik a másikat lemásolt. Na de itt az indult el, hogy hát a nyelvi jogokat, azokat azért kell biztosítani, mert hogy hát mondjam úgy, hogy legyünk eurokompatibilisek. De az látszott, hogy igazából úgy közelről nem látjuk, hogy ez miről is szól tulajdonképpen. A nyelvész az abban különbözik a szociolingvista, hogy ő is tudja, hogy szükség van a nyelvi jogokra, de ő sokkal jobban tudja azt is, hogy miért. Mert ő az embereket nézi inkább, és nem a jogi elveket. És hát először is tisztában van vele, hogy amikor az ember olyan helyzetbe kerül, hogy egyéb feltétel meg lenne hozzá, hogy ő az anyanyelvét használja, de azt valamilyen rendelkezés, mert azt valakik kitalálták, hogy ő azt nem használhatja, akkor az neki nagyon sok szempontból mennyire kényelmetlen, és adott esetben még veszélyes is lehet. Mert most csak egy példát mondjak. Tessék elgondolni, hogy hát vannak, ahol ugye az a baj, hogy a törvényeket, szabályokat, azokat általában politikusok szokták hozni, és akkor ott kitalálják például, hogy hát ha Szlovákiában a hivatalos nyelv a szlovák, mert ezt ugye meg van mondva, hogy az a hivatalos nyelv, akkor mindenütt, ami nem otthon van, és nem az utcán élünk, ott akkor csak szlovákul legyen szabad beszélni. Mert van ilyen. És itt először is van egy nagy kérdés, mert a politikus, aki egy ilyen szabályt hoz, az világosan látszik, hogy ő nem igazán tudja, hogy mit jelent az, hogy hivatalos nyelv. Tessék megfigyelni, hogy a politikusok körében elég gyakori az, hogy összetévesztik a hivatalos nyelvet a publikus nyelvvel. Tehát a nyilvánosan
vagy olyan helyzetbe, ami hát intézmény jellegű, és akkor hát így lesz az, hogy volt nekünk Kolozsváron egy nevezetes polgármesterünk, aki hát eléggé el is híresedett, úgy hívták, hogy Gyorge Funár, az most is megvan, csak nem polgármester, hanem a parlamentben van. És hát az meg akarta tiltani, hogy Kolozsváron bármiféle plakát, tehát a Magyar Színháznak a plakátja, az ne lehessen magyarul, az csak románul, mert az törvényellenes, mert az alkotmányban az van, hogy a hivatalos nyelv a román. Na most az, hogy a hivatalos nyelv, az nyelvész szempontból, nyelvhasználat területe szempontjából, hogy mire jó az a hivatalos nyelv, az világos, hogy az nem azonos a publikus nyelvvel. Nem az, hogy nyilvánosság előtt használt nyelv, arról nem szól az, hogy hivatalos nyelv. A hivatalos nyelv az miről szól? Az, hogy vannak a különféle állami hivatalok, de a szoros értelemben vett hivatalok, amelyek világos, hogy kell, hogy legyen nekik mindenképpen valami olyan nyelvük, amit mindenki tud, tehát hogyha másokkal kapcsolatba kell, hogy kerüljenek. Például Romániában, hát ilyenkor az a praktikus dolog, hogyha az a nyelv, amit az országban a legtöbben beszélnek, és ha Romániában a népességnek egy olyan kicsit több mint 90% a román anyanyelvű, hát világos, hogy az természetes, hogy ez a hivatalos nyelv az a román. De az most mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha valahol van egy hivatalos nyelv, akkor semmiféle hivatal, hogyha én azon a nyelven adok be egy beadványt, egy kérvényt, egy akármit, a hivatal azt nem utasíthatja el arra hivatkozva, hogy nem jó nyelven van írva, mert az hivatal. Tehát az, ha kötelességet ír elő, az inkább a hivatalokat kötelezi arra, hogy ezen a nyelven ők kötelesek elfogadni azt a dolgot, és hogyha, mit tudom én, ha én Bukarestben vagyok, és valami hivatallal van valami ügyes, bajos dolog, és én magyarul adom be, akkor ők nekem visszautasíthatják azzal, hogy bocsánat, hát mi ezen a nyelven nem értünk, hát tessék olyan nyelven hozni, amit értünk, és én nem panaszkodhatok, mert én egy olyanon adtam be, amit a hivatal nem köteles elfogadni. Na most ez ami a hivatalos nyelv. De a publikus nyelv az, hogy nyilvánosan milyen nyelvet lehessen használni, az erről nem szól. Na most visszatérve oda, hogy szlovákiai példa. Hogy ha kitalálják azt, hogy mivel Szlovákiában a hivatalos nyelv a szlovák, akkor például a betegellátásban, tehát kórházban, klinikán az orvos csak szlovákul beszéljen a beteggel, aki oda megy. Na most ez egy nagyon durva dolog. Itt most arra lehetne gondolni, hogy hát persze, hát miért ne beszéljen, hát tudnak szlovákul. Hát, tehát a törvényhozás szempontjából ez nagyon egyszerűnek néz ki, hogy hát igen, itt élnek Szlovákiában, nyilván tudnak szlovákul, miért nem beszélhetnének szlovákul? Beszéljenek szlovákul, mivel hogy ők most nem magán jellegű beszélgetést folytatnak, akkor beszéljenek szlovákul akkor is, hogyha esetleg az orvos is magyar, meg a beteg is magyar. De ott van az előírás. Amikor ez úgy kéne, hogy működjön, hogy csak azért működik, hogy az egyezményt tartsunk be, abban nincsen köszönet. Ez akkor működne jól, hogyha az emberek tényleg el lehetne juttatni, hogy erre az embereknek van szükségük, és ebben az esetben például tessék azt elgondolni, hát ilyen tapasztalata mindenkinek van. Azt nagyon könnyű elgondolni,
hogy a szlovákiai magyarok azok mind tudnak szlovákul. Ez nem biztos, hogy pontosan így van, mert azért nem mindenki tud, mert azt szokták mondani, hogy a romániai magyarok is kétnyelvűek, ugye? Hát mondjuk a kétnyelvűségnek egy bizonyos értelmezése szerint mondjuk igen. De azért én tudnék olyan székelyfalvakat, ahol azért nagyon-nagy jó indulattal lehetne azt mondani, hogy ezek kétnyelvűek, mert akkor kétnyelvűeknek kell nevezni azokat is, akik az iskolába felszedtek valamit, de azért nagyon nagy bajban vannak, hogyha zseblámpa elemet kéne románul vásárolni a boltba, tetszene meg tudni. De mondjuk, tegyük fel, hogy nagyon jól tudnak. Tessék elgondolni, hogy az a helyzet viszont, amikor egy beteg az orvossal beszél, az egy kritikus fontosságú dolog. Mert a felnőtt orvos, tehát a felnőttekkel foglalkozik, az nem olyan, mint a gyerekorvos. A gyerekorvos, azt tetszenek tudni, hogy van. Az egy kicsit az állatorvoshoz hasonlít. Olyan szempontból, hogy nem a páciensnek a beszámolója alapján, hanem a környezet mit vett rajta észre. Tehát a szülő elmondja, hogy ez a gyermek ez egyfolytában sír éjszaka, meg láza volt neki, nem mond semmi. És akkor a gyermekorvos az ebből kell, hogy tudja megállapítani. De a felnőtt, aki felnőttekkel foglalkozik, ő viszont a betegnek a beszámolója alapján fogja a diagnózist megállapítani. Meghallgatja, hogy milyen panaszai vannak, és akkor itt jön a dolognak az érdekes része. Hogy itt látszik ám az, hogy mennyire nagy szükségük van az embereknek arra, hogy nyelvi jogok biztosítsák, hogy ő, ha egy lehetősége van, az anyanyelvén mondhassa el, hogy mi a baja. Mert én kipróbáltam ezt kolozsvári diákokkal. Azt mondtam, hogy most először azok jelentkezzenek, akik úgy érzik, hogy ők nagyon jól tudnak románul. Hát a társaságnak nem egészen egy fele jelentkezett. Mondtam, hogy most a többiek ebben ne legyenek részt. Na mondom, nagyon jól tudnak románul, igen. Hát volt, aki tényleg tudhatott, mert vagy kicsi korábban kolozsvári lakótelepen nőtt fel, tehát ahol gyerekekkel, spontán, módon, minden. Na mondom, akkor tessék azt elképzelni, hogy orvoshoz kell menni, és azt kell neki mondani, hogy itt a jobb lapockám alatt nyilalik. Ezt tessék románul mondani. Meg hogy csuklótól lefele bizsereg a bal kezem felé. És kiderült, hogy passz. Tehát éppen a legkritikusabb kifejezéseket mellé van. Ezek a hétköznapi életben, ezek rendkívül ritkán fordulnak elő. Tehát ilyet nem nagyon szoktunk így beszélgetés közben, de az orvosi diagnózis megállapításában ezek kritikus fontosságúak, tehát hogyha ezt ő nem tudja rendesen elmondani, akkor lehet, hogy az orvos rossz diagnózist fog megállapítani, és ő abba bele fog halni, mert még az is megtörténhet, mert ez egy nagyon fontos dolog. Hát tessék azt elképzelni, itt most mindnyájan azt lehet mondani, hogy minimum kétnyelvű társaság van itt együtt, mert itt vannak olyanok, magyarul mindnyájan tudunk. Ez az anyanyelvű. Akkor vannak itt biztosan olyanok, akik már nagyon jól tudnak németül, de még vannak olyanok is, akik még románul is tudnak, igaz? És még lehet, hogy mások, akik még más nyelven is tudnak, mert Bécs az egy olyan város, hogy itt sok nyelvűség van tulajdonképpen, és még egy személyben is sok nyelvűség van. És hogyha kitetszenek próbálni azt, hogy most németül kell ilyen dolgokat elmondani, akkor biztosan észre tetszenek venni, hogy az egy elég nehéz dolog. Olyan meglepetések derültek ki az én drága, románul jól tudó diákjaimmal, hogy amikor azt kérdeztem,
senki sem tudta megmondani azt az egyszerű dolgot, hogy hogy mondják románul azt, hogy nyár. Ami pedig hát sokszor, ugye, és arról meg nem is beszélve, hogy hát volt, van olyan kollégám, aki csíkszeredai volt, és hát az iskola az nem alkalmas arra, hogy ott az ember románul megtanuljon, ez is a nyelvi jogok körébe tartozik, de ez a politikusok figyelmét mindig elkerüli. Ha nem a románokét, mert a románokéban ott van, csak ők meg nem látják a problémát, hanem a magyar politikusokét, mert én azt hiába mondtam, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekeimnek tegyék lehetővé, hogy tanuljanak meg románul az iskolába, mert nekik arra szükségük lesz. Mindig azt kaptam, hogy ó, nekünk most az anyanyelvi oktatásra kell koncentrálni meg minden, és mondtam, hogy hiába, mert koncentrálhatunk mi az anyanyelvi oktatásra, hogyha a szülők, akik viszont látják, hogy mi a helyzet, és látják, hogy a magyar iskolában ez az oktatási rendszer nem teszi lehetővé, hogy románul megtanuljanak, amire szükségük lesz, akkor elviszik a gyereket román iskolába, hogy muszáj neki megtanulni románul, és akkor mi építhetjük a magyar iskoláink, a oktatási rendszerünket, hogyha emiatt a szülők a román iskolába adják a gyerekeiket, de ez is érthető. Ez nem arról szól, hogy a szülők felelőtlenek vagy valami, hanem hogy a szülők sokkal jobban látják, hogy mire van a gyermeknek, meg mire lesz neki szüksége, mint a, hát mit mondjam azt, hogy az érdek, az ő érdekeiket védő politikusok, tetszenek tudni, mert akkor védik az érdekeiket, csak azt tudják, hogy mik az érdekeik igazából, és mondom, hogy amiután ez az én kollégám Csíkszeredában, hát nagyon jól levizsgázott ő románból, mert hát az iskolába, de az nem arra való, hogy ott nyelvet tanuljanak. Az másról szól, és hát a hadseregben ott már neki nagy gondja volt, és egyszer beteg lett. És azt mondta neki az orvos románul, hogy arátöc dzsindzsile, ami azt jelenti, hogy mutassa meg az ínyét, és akkor ő így csinál, tetszenek tudni, mert ő azt nem értette, és akkor itt látszik, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Vagy tessék arra gondolni, hogy vannak nagyon nehéz kommunikációs helyzetek, ahol szintén nagyon fontos, hogyha egy lehetőség van, akkor az ember anyanyelvén beszéljen. Hát, hogy mondjam, nekem helyzetemnél fogva nincsen olyan tapasztalatom. De akinek van, az igazolhatja, hogy vannak ilyen nagyon kényes kommunikációs helyzetek. Például egy nőgyógyászati konzultáció, amikor az embernek még magyarul is úgy nehezére esik, hogy most hogy is fejezze ki magát, meg minden. Most tessék azt elképzelni, hogy még románul. Hát tudok valakiről, aki hát, mit mondjak, középiskolás lány volt, és akkor elment, és mert hát meg kellett nézni a nőgyógyászt. És azt kérdezte tőle a nőgyógyász, hogy ezt virgyő, mert hogy szűz. Azt mondta, nem, én Mária vagyok. és akkor utána, mert hát ő azt hitte, a Virginia nevet ő ismerte névként. És mondom, hogy utána tessék azt elképzelni, hogy a doktornő az úgy kacagott, hogy majd hanyagt esett, és azt mondta, hogy ilyen hülyét még életében nem látott a világon, pedig nem arról volt szó, hanem egyszerűen nem értette azt a szót. És na most, nyelvi jogok. A nyelvi jogok azok az érdekes, hogy ez világos, hogy amióta sok nyelvű az ember, már pedig leginkább
azóta, mióta ugye beszélünk. Azóta az világos, hogy arra az embereknek mindig szükségük volt, hogy szükségtelenül ne korlátozza senki, és indokolatlanul ne tegye lehetetlenné számára azt, hogy ő az anyanyelvén fejezhesse ki magát. Az anyanyelvhez való viszonyulásnak annak van egy szimbolikus szerepe. A nyelvész az sokszor, tehát hogy mondjam, nem minden nyelvész úgy gondolná, ahogy itt én mondom. Mert volna olyan nyelvész, lehetne ide találni olyan előadót is, aki ha megkérnik, hogy miért van szükség a nyelvi jogokra, akkor azt mondja, hogy azért, hogy tudjuk megőrizni a magyar nyelvet. Hogy a magyarságunk, az a magyar nyelv, az ahhoz hozzátartozik, magyar nyelv nélkül mi nem volnánk magyarok, és a nyelvi jogokra ezért van szükség, hogy őrizzük meg a nyelvet. De tetszenek látni, itt egy kicsit megint mellé ment a dolog, mert akkor azt jelenti, hogy nekünk azért kell magyarul beszélni, hogy a nyelvet őrizzük. A nyelv az megvan, ha mi beszélünk. A nyelv az úgy marad meg, ha mi beszélünk. De az ember nem azért beszél magyarul, hogy őrizze a magyar nyelvet. Hát ki beszél ezért magyarul? Az ember normálisan azért beszél magyarul, mert ez neki az anyanyelve. És nekem az a véleményem, hogy a nyelvi jogokra az embereknek van szükségük azért, hogy ne kerüljenek nyelvi okok miatt semmilyen helyzetbe, olyan hátrányos helyzetbe, amilyenben nem kerülhetnének akkor, hogyha ez a világ másképpen volna szabályozva, hogyha őneki lehetősége volna arra. A nyelvi jogok nem oldanak meg mindent, az legyen világos, mert hogyha semmilyen nyelvi jog nem tiltja azt meg, hogy orvos kórházba az én anyanyelvemen beszéljen. Ha én Bukarestbe elmegyek egy orvoshoz, mert oda tartozom, hiába nem tiltja semmi törvény, de ha ő nem tud magyarul, akkor én csak románul kell, hogy beszéljek. Itt ez nem arról szól, egy nyelvi jogokról szóló törvénykezés. Az biztos nem oldja meg, hogy minden magyar mellé rendeljenek egy magyarul tudó orvost, hanem ez arról szól, hogy a világot valahogy úgy kellene berendezni, hogy ha van egy kórház, ahova nagyobb számba mennek magyarok, magyar betegek, akkor ott igenis biztosítsák valahogy azt, hogy legalább valaki legyen, aki az ő anyanyelvükön tudja beszélni. És hogyha az ember nem politikus, hanem orvos, akkor ezt nagyon könnyen belátja magától. Én például éppen azért mondtam ezt az orvosi, meg az orvos-beteg kapcsolatot, mert egyrészt ezen tényleg ember élet múlhat, de a másik meg az, hogy én tudok olyat, Arad környéki faluból, hogy oda került egy doktornő a faluba, aki nem tudott magyarul, és ott a falunak fele magyarul. És ő rögtön látta, hogy itt nagyon nagy gond, mert az emberek egymással hétköznapi dolgokról tudnak, de ő vele nem tudnak rendesen, és rögtön nekiállt, és azonnal elkezdett magyarul tanulni, hogy legalább azokat a kifejezéseket tanulja meg rendesen magyarul, amire neki az orvosi munkájához szüksége van, hogy értse, hogy mit mondanak azok az öreg asszonyok, amikor oda jönnek, és ők nem tudják elmondani. És ez, na most, ezt azért mondtam, hogy ezek a nyelvi jogok olyan dolgok, hogy emberséggel és emberi belátással ezeket sokkal könnyebb lenne megoldani, mint ilyen okoskodó politikai, mert ugye most mi van az, hogy amikor ez politikai döntés tárgyává válik. A politika az olyan, hogy valaki jön a javaslattal, és akkor ott van, mindig van egy másik tábor,
aki mindegyiről van szó, ő tudja, hogy amit ezek javasoltak, én arra nem mer kell, hogy szavazzak. Mindegy, hogy miről szó. És akkor ez az egész, ez ilyen húzd meg, erezd meg, alkú tárgya, miközben ez nem lenne szabad, hogy alkú tárgyalni. Na most az, hogy nyelvi jogok, én itt keveset mondtam, mert hát ebben benne van az is, hogy amikor az a gyermek iskolában, akkor hát, hogyha egyéb feltételek megvannak, akkor miért ne tanulhasson ő azon a nyelven, amin neki könnyebb, és ne egy másik nyelven, ahol neki még külön gond az, hogy egyáltalán hogy fejtse meg azokat, amik a tananyaghoz tartoznak, ahol nyilván, hát nagyon sokan vannak Romániában, akik, hát régebben még inkább, most már nem nagyon hallom, hogy ilyeneket mondtak, hogy hát a gyereket román iskolába kell adni, hogy jobban érvényesüljön aztán. Hát az, hogy jobban érvényesüljön, ez nem jött be. És látták az emberek, hogy ez nem jön be, de valahogy ők hittek ebbe, hogy úgy jobban érvényesül. Na most miért? Azért, mert azt remélték, hogy ő ott megtanul románul, és akkor, hogyha tudni fog románul, akkor jobban fog tudni érvényesülni. De közben meg mi volt? Az, hogy őtőle ugyan olyan mérce szerint várták el az iskolába a tananyag ismeretét, mint a román anyanyelvűtől, és akkor, hogyha ő oda ment, akkor ő ott sokkal rosszabbul teljesített a nyelvi okok miatt, és akkor a végén, tessék, nem? Nem igaz. Nem igaz? Attól függ, hogy... Tudok olyanok, akik jobban teljesítettek, mint a román. Igen, persze. Na most, ahhoz viszont az kellett, hogy amikor ő oda ment a román iskolába, akkor már egészen jól tudjon románul. Szóval, hogy ne ott kezdjen. Ez így volt? Úgy teljesen el tudom képzelni. Tehát ebben az esetben. De én arra gondoltam, arra az esetekre, amikor a románul nem tudó gyereket adják román iskolába, mert úgy látják, hogy ez nem tud románul, mi lesz belőle, hanem oda kell adni azért, hogy mert majd akkor úgy tud érvényesülni. De akkor meg az iskolai teljesítménnyel fog lemaradni. És ennek sok mindenféle ága boga van. És én összesen csak annyit akartam volna mondani, hogy a nyelvi jogokra az embereknek van szükségük. És mindenféle ideológiától és politikától és mindentől függetlenítve, és akkor, hogyha már szóba került ez a törvény tervezettem, akkor ezzel kapcsolatban azért még mondanék valamit, és hát aki kíváncsi lesz, én most hallottam itt, hogy szoktak ide emberek könyveket hozni, amiből hát van, aki kaphat. Itt most én úgy hoztam, hogy mindenkinek jusson, mert ezt az egy példányt hoztam a könyvtár számára. Tehát aki kíváncsi lesz rá, az majd innen. Ez meg az a címe, hogy Mi egymás, és ami a 2003-ban jelent meg, és a közéleti tárgyú elemzéseimet, írásaimat, ilyen elég olvasmányos stílusú, ez nem a reklám helye akar lenni, csak azért mondom, hogy nem pontosan olyan ez, mint amilyenek szoktak lenni az ilyen beton és bükfanyelvű politikai elemzések, meg minden. És ez úgy jelent meg, hogy összegyűjtöttem a sajtóba megjelent elég hosszabb terjedelmű írásaimat, és a kötethez még írtam hozzá jó pótlást, hogy azóta mi történt azzal a dologgal, és akkor összeállt egy könyvbe, és ebben benne van ez a törvénytervezet is. Na most miért lett ez a törvénytervezet? Ez azért lett, mert én azt láttam, hogy az RMDS az akart csinálni 93-ban egy kisebbségi törvényt, ami egy furcsa dolog. Ezt mindenki normálisnak tartja, igaz?
Hát normális, az RMDSZ az kisebbséggel foglalkozik, akkor csináljon egy kisebbségi törvényt. Én megnéztem azt a kisebbségi törvényt, és abban mindenféle volt, és látszott, hogy minden volt abban, ami politikusnak fontos. Tehát például ilyenek voltak, hogy az egyik cikkely úgy szólt, hogy Romániában a nemzeti kisebbség államalkotó tényező. Na most, és akkor mi van? Tegyük fel, hogy holnap a parlament ezt megszavazza, mi változott meg a mi életünkben, mi változott meg a gyakorlatban, semmi az égvilágon, annyi, hogy a politikus örülhet, hogy legitimitást kapott egy szó, ami neki nagyon tetszik. De semmi aztán ezen kívül, és én úgy néztem, hogy ilyen törvényt nem érdemes csinálni, hogy elfogadtuk azt, hogy státusban nagyon különböznek ezek. Mert akkor van egy olyan, ami az állami többségű nyelvet, ha beszéli, akire semmiféle szabályt nem kell hozni, mert neki ez normális, hogy megvan, és csak a kisebbségekre, mert az kisebbségi, mert az más státusú. Tehát akkor én elkezdtem megírni ezt a törvényt, amiben ilyenek vannak, hogy az alapelveknél rögzítve van, hogy azt mondja, hát ne olvasom, ne tessék, én nem fogok felolvasni, hogy az alapelv, kezdődik definíciókkal és folytatódik alapelvekkel, azt mondja, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának első cikke, valamint az alkotmány 16. cikke értelmében minden állampolgárnak egyenlő méltósága van, és egyenlő jogokat élvez, privilégiumok és diszkrimináció nélkül. Ez az alapelv megkérdőjelezhetetlen. Ezzel minden parlamenti párt egyetért, a törvénynek a további része igazából ennek a lebontása konkrét helyzetekre, és akkor nem azt mondja, hogy a kisebbségeknek joguk van az anyanyelv szabad használatához, hanem azt mondja, hogy minden állampolgárnak joga van az anyanyelve szabad használatához, és ez egyszerre vonatkozik kisebbségre, többségre, mert a nyelvhasználat szabadságáról szól, és ott nem számít, hogy kisebbség vagy többség, és akkor hát az RMDSZ egy része ezt szívesen védte volna a parlamentbe, de hát már akkor is kettő volt, tetszenek tudni, és akkor a kettő az arra jó, hogy ha az egyiknek van egy jó ötlete, akkor a másik tegye oda a lábát, hogy gáncsolja, hát világos, ez erről szól, és hát úgy, ahogy mondja arany, az, hogy Karlámor, most tengére megyünk. Igaz? Tehát, hogy amikor veri el az Úristen a szőnyét a jéggel, és akkor ő is veszi a karót, és veri ő is. Na, hát szóval ez így megy. Amikor a politikai határozások keretébe kerül ez a dolog, és nem lett ebből semmi, meg kell, hogy mondjam, mert még addig se jutottunk, hogy rendesen az RMDSZ-ben megbeszéljük, mert hát, hogyha valaki azt mondta, hogy hát ő megnézte a 6. vagy 3. szakaszban mit olvasott, innen már tovább nem olvastam, mert látszik, hogy ez nekünk biztos nem jó, pedig amíg a következőt elolvasta volna, ott már ott volt, hogy az miről szólt. És más meg azt mondta, hogy mivel hogy ebben egyszer se fordul elő az a szó, hogy autonómia, akkor ez nekünk biztos nem jó. Hát miért nem fordul elő? Azért, mert megint ott tartunk, mint az, hogy államalkotó tényező. Nem egy szót kell nekünk elfogadtatni, abban mit élünk, hogy autonómia. Ez azt írja le, hogy hogy működik ez az autonómia, nem területi formájában, hanem a közösségnek az ön szervező formájában, ami a kulturális, és hogyha az rendesen le van írva, hogy mi vagy működik, akkor minek tudom még azt is mondani, hogy és ez autonóm.
mondani. Először is ez nem autonómia, ami ebben le van írva, mert annál egy kicsit több. Mert ez egy olyan forma, hogy tulajdonképpen egy ilyen föderális rendszer, de területi vonatkozások nélkül. A nyelvi és etnikai közösségeknek egy ilyen érdekes föderális. Tehát az, hogy ők, ami rájuk és csak is rájuk tartozik, azt majd ők eldöntik, abban nem szól bele más, de úgy van. És ez mindenkiről szól. És akkor világos, hogy hát egy ilyen koncepciót a parlamentben is jól lehetett volna védeni, mert hogyha ott az van, hogy hát minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a gyermekének a nevét úgy anyakönyvesztesse, ahogy az ő nyelvének és kultúrájának megfelel. Erre azért kell, ebben a tervezetben nagyon sok mindenre ki kell térni, amiről nem kellene törvényt fogalmazni, ha mi egy normális világban élnénk. Mert az ott magától értetődő lenne, de mi sajnos nem abban élünk, tetszene tudni. És akkor tekintettel kell lenni arra is, hogy esetleg valaki másképpen gondolhatja. És hogyha ott van az, hogy minden állampolgárnak joga van, akkor ha valakinek ez nem tetszik, akkor menjen ki az emelvényre, a mikrofonhoz, és mondja, hogy hát a románoknak igen, tehát a magyaroknak ne. De akkor mondja azt is, hogy nem ért egyet azzal, ami az állampolgárok egyenjogúságáról szóló tétel, mert akkor viszont aki átmondott, mondjon B-t is, és mondja azt, hogy itten vannak egyenjogúak, de van, aki egyenjogú, igaz? Hát szóval ez így nehéz lenne. És akkor világos, hogy egy ilyen formában, hogyha a nyelvi jogokat nem kisebbségi jogoknak fogjuk fel, hanem univerzális jogoknak fogjuk fel, akkor az egy sokkal jobb érthetőséget tud teremteni, mert például ez a dolog, amit az imént mondtam, hogy hát Romániában nagy érdekük lenne a magyaroknak, mert az is az érdekük lenne, és joguk kellene, hogy legyen. Ebben az én tervezetemben benne van, hogy minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az ország hivatalos nyelvét megtanulhassa. És ez jó. Ez abban különbözik a román politikai diskurzustól, hogy ott úgy szól, hogy minden román állampolgárnak kötelessége megtanulni az állam nyelvét. De ez nem az ő, a kötelesség nem őnála van. Ezek az emberek normálisak, a szüleik is normálisak, tudják azt, hogy arra nekik szükségük lesz, hanem legyen nekik joguk ahhoz, hogy a lehet, hogy ezt megtanulhassák, mert ebből a jogból kötelesség származik, de nem rájuk, hanem az oktatási rendszerre, hogy az oktatási rendszer az igenis biztosítsa, teremtse meg a feltételeket, ami azt jelenti, hogy legyenek megfelelő tankönyvek, és ne az legyen, hogy a magyar gyerek az iskolába, legalábbis 5. osztálytól ez így volt, most megint így van, mert csináltak valamit, de nem vált be, hogy ugyanazokat a tankönyveket és tanterveket használják a román órára, mint ami a román anyanyelvű. De az nem nyelvtanulásra való. A román anyanyelvű gyermeknek miért tanítanak románt? Hát azért tanítanak neki románt, mert ő otthon tud, megtanult románul, de a kultúrájához kell az, hogy a szókincséhez, hogy értse meg azokat a régi kifejezéseket, amiket a szépirodalomba kell, meg tájnyelvi elemeket, ugye, tehát azt, amit a románok már elfelejtettek. Na most a magyar gyerek ezt megtanulja az iskolába, de akkor pont az lesz belőle, most, bocsánat, lesz itt, aki érti románul, de így szokták mondani a románok, hogy
stíl román estekötá újtát románul. Tehát, hogy annyit tud románul, amennyit román elfelejtett. Hát itt tényleg az lesz, hogy a magyar gyerek mindent tudni fog, amit a román már elfelejtett, az iskolában azt tanulja, csak azt nem fogja tudni, hogy hogy vásároljon a boltba elemet a zseblámpájába. És akkor így fog az megtörténni, hogy egy másik kollégám, ugye, ez is hadseregbeli, mert a jó történetek ott vannak, mert amíg ott van a Szeredában, nincs baj. De hogy elküldték, hogy hozzon egy lepedőt, és visszatért egy lavóra. És úgy hívták, hogy a szolzát uproszt, a bolond katona, mert hogy ő ilyeneket csinált. És miért csinált? És mondták neki, hogy te érettségiztél, hát te hogy érettségiztél, hát nem volt román. Hát dehogy nem, hát hányos kaptál? Hát 10-est kaptam. De 10-est románból, igen. Hát mit mondtál? Hát elmondtam, hogy a Lucian Blaga filozófia, de ezt románul gyönyörűen elmondtam, hogy a Lucian Blaga filozófiájában a neolitikus térnek, a szellemének, a nem tudom mi, mert az iskolából ezt megtanulta rendesen, csak azt nem tudta, hogy mondják azt, hogy labor, meg lepedő, meg ezeket, mert ez az iskolai tananyagban nem szerepel. Tehát mondom, hogy ez is a nyelvi jogokhoz, és itt az oktatási rendszerre hárul a kötelesség, és akkor hát sok minden ága boga van ennek, végül is kiderült, hogy ebben a koncepcióban, hogy ezek a nyelvi jogok, ezek univerzális jogokként és nem kisebbségi jogokként teljesen jól le lehet írni, az teljesen világossá válik, hogy ezek nem arról szól, hogy itt most a kisebbségeknek külön biztosítunk valami jogokat, ami még a többségnek se. Hát igaz, teljesen igaz, mert úgy, ahogy van, hát tessék megmondani, hol van az, milyen törvényben van az előírva, hogy Magyarországon a magyaroknak joguk van használni az anyanyelvüket. Ez semmilyen törvény nem biztosítja Magyarországon a magyaroknak. A kisebbségeknek igen, mert arról ott van a kisebbségi törvény, hogy a kisebbségek használhatják az anyanyelvüket, és akkor nincsen abban semmi túlzás, amit a román politikusok szoktak mondani, hogy a magyarok olyan jogokat követelnek maguknak, amik még a románok számára sincsenek biztosítva, tényleg nincsenek. De ez biztosítaná pont ugyanazokat a jogokat mindenkinek, és hogyha a többségnek is lenne anyanyelve, akkor lehet, hogy könnyebb lenne belátni bizonyos dolgokat. Népedig, én emlékszem, volt egy ilyen tanácskozás, az is ilyen nyelvi jogokkal, meg ilyesmikkel, meg az az anyanyelvű oktatás körül folyt, és én ott próbáltam elmagyarázni, hogy azt azért tessék ám figyelembe venni, hogy amikor a magyar gyereknek a tantervét összeállítják, akkor őnek ilyen van egy többlet tantárgya a magyar gyereknek. És ott volt a minisztériumi államtitkár, és mondta, hogy hát igen, ez olyan, ez elkerülhetetlen, mert ott van a magyar, ami többlet tantárgy. Mondtam, hogy na most álljunk meg. Mondom, nézzük meg, mit tanul a magyar gyerek. Tehát a román gyerek mit tanul? Tanul olyat, hogy románt, történelmet, földrajzot, matematikát. A magyar gyerek tanul magyart, történelmet, földrajzot, matematikát, és még tanul románt. És a román az itt van, meg a másik is ott volt, hogy tanul románt, akkor ez úgy néz ki, hogy ez ugyanaz, és pluszban van a magyar. De mondom, hát nem így van, bocsánat. Tanul mindegyik anyanyelvet, a román a románt, a magyar, ami egy ugyanolyan jellegű tantárgyi feladat. Anyanyelv és irodalom, ami az ő saját kultúrájához tartozik. Utána tanul történelmet, földrajzot, matematikát, és a magyar gyereknek ezen kívül van egy plusz tantárgya a román.
És akkor, ami nem az ő kultúrájához tartozik, bocsánat. Mert nekünk a román irodalom az a hozzánk legközelebb álló világirodalom. A mi irodalmunk az a magyar irodalom végül, de ennek a tantárnak a feladata nem az, mint ami itt a románoknál a román. Ennek a tantárnak a feladata az lenne, hogy biztosítsák vele, hogy a magyar gyerek tudjon az iskolába, a magyar iskolába tudjon megtanulni románul a szükségletei szerint, hogy ne kelljen neki csak ezért román iskolába iratkozni, hanem ott, hogyha annyi idő alatt, amennyit az érettségig angolul meg tudnak tanulni, és annak a felét se tudják román, amikor pedig többet tanulnak román, ott nagyon nagy baj van, és ott nagyon súlyosan megsértik az embereknek ezt a nyelvi jogát, hogy ők a hivatal, az állam hivatalos nyelvét megtanulják. És akkor mondom, akkor látszik, hogy ez a román, ami itt van, az nem ugyanaz, mint ez a román, ami itt van, hanem ennek a tárgya is más, meg a módszertana is más, meg a célja is más, meg minden. És akkor világos, hát az államtitkár úr azt mondta, hogy hát én most megértett valamit. Mondtam, hogy akkor ezt tessék terjeszteni ott a minisztériumban, az ott nem lesz rossz helyen. És mondom, hogy ilyen jellegű dolgok következnek akkor, hogyha azt nézzük, hogy ezekre a nyelvi jogokra tényleg az embereknek van szükségük, és azt is nézzük, hogy miért van nekik arra szükségük, hogy mihez kell, hogyha azok nincsenek. Mert ugye itt vannak az ilyenek, hogy ami úgy néz ki, hogy nem nagyon logikus és nem nagyon racionális. Tehát azt csak úgy szoktuk mondani, tetszenek tudni, hogy az ember egy racionális lény. Az ember az racionális lény is, olyankor sok mindent el szokott rontani, ezt tegyük hozzá, de nem csak racionális lény, hanem az ember az olyan, hogy ő azt szereti, hogy ha ő ott lakik valahol, akkor ő ott érezze magát otthon, hogy az neki otthonos legyen, és stb. És akkor pontosan ezért ez a tervezet nem azért, mert ennek valami gyakorlati hasznossága van. Ezt a racionális eszünk számára borzasztó nehéz elmagyarázni. De az a kolozsvári embereknek az egy nagyon sok mindent jelentene ahhoz, hogy ők hogy érzik magukat. Tehát mentálhigién és érdek, hogyha úgy veszem, hogy az utcák, terek, stb. Neve, az ugye ott van az, ami, és hogy az etnikai és nyelvi közösségek, azok használhatják annak az utcának a hagyományos nevét, és ezt másféle formájú utcanév tábla formában az utca név, tehát az utca sarkon is feltüntethetik. Mert tessék a terképzelemből, ott van az egy dolog, hogy azt az utcát, ahol az egyetem van, azt úgy hívják, hogy Mihályl Kogelnicsák utca. Azt minden magyar Kolozsváron Farkas utcának tudja, és úgy emlegeti, és 1400 valahányban van rá adat, hogy bár akkor Farkas utcának hívták, és azóta a magyarok mindig így hívták, és akkor, hát az, hogy utcanév, az egy tulajdonnév. Ha úgy veszem, az része a magyar nyelv. Mert a magyarok így hívnak valamit, és ne a románok mondják már meg, hogy mi magyarul, hogy mondjuk, mit hogy mondjuk. Ha mi magyarul, azt Farkas utcának hívjuk, és úgy szoktuk. Akkor miért ne lehetne azt oda kitenni? És itt benne van ebbe a törvénytervezetbe, és azért, hogy nyugodjon meg mindenki, az is oda van írva, hogy a lakosság nyilvántartási és postai, meg ilyen célokra a hivatalos név használatos, ez nem arra való. Ez semmire az égvilágon nem jó, ez csak az emberek lelki nyugalmára való, de akkor meg az ám a baj,
hogy akkor jönnek és azt mondják, hogy de a románok lelke nyugalma is fontos. És hogyha ő azt nem bírja látni se, hogy az ott van. Hát, hogy mondjam, ezért tetszem meg látni a nyelvi jogoknál, ott sok minden van, amit nem lehet racionális tárgyalással, hanem csak dialógussal lehet megoldani, hogy tudnéli megértetni, és valahogy úgy alakítani, hogy azt ők fogadják el, hogy nekik semmi káruk abból nem származik, ha neki az nem jelent semmit, annyi, mintha ott se lenne, a magyaroknak az valamit jelent, de akkor jön a fonás, és azt mondja, hogy ez azért van, mert hogy tele akarják a magyarok magyar felirattal, lássa mindenki, hogy ez magyar föld, és akkor Magyarországhoz akarják Erdélyt csatolni. Ez világos, hogy erről szól, és nemzetbiztonsági érdek az, hogy ez ne legyen. Mert a hülyeség, azt tetszene tudni, annak a ráció nem szab határt. Hiába vagyunk mi racionálisak, mert akkor mondjuk a legnagyobb szamárságokat, amikor racionálisan érvelünk. Ezt rendes emberi jóérzéssel, ezt bárki könnyen át tudja látni, hogy az ilyesminek is fontossága van. És hát végül most már az a helyzet, hogy tényleg ennek rengeteg ága boga van, de itt hagyom ezt úgy, aki kíváncsi lesz. Ez egy olyan változat, ami ebben van, hogy ez egy kommentált változat, tehát majdnem mindegyik cikk után apró betűkkel az is oda van írva, hogy miért pont úgy kell szabályozni azt a dolgot, ahogy, és hát azért, hogy ne tessék azt hinni, hogy én akkor mondjuk hiába dolgoztam ezen a törvénytervezeten, hát nem úgy volt. Mert ez csak az RMDSZ-nek nem kellett, akinek csináltam. De egyébként ez nekem szakmai szempontból, szociolingvisztikában az nem volt elnyomtalanul, mert erről a koncepcióról már tartottak konferencia előadást Amerikába, meg Rigába, meg Finnországba, meg mások is mondták, hogy ez egy olyan szerkezet átalakítása lenne a problémának, amiben sokkal jobban lehetne, normálisabban lehetne ezt kezelni, és hogy ez egy nagyon figyelemre méltó teljesítmény. Tudományos szempontból nem a jogászok, a szociolingvisták mondták, a jogászok az mondjuk más, mert hogy nem biztos, hogy pont az, hogy nagyon-nagyon kemény bükfanyelven van ez megfogalmazva, de azért egyértelmű. Úgyhogy mondom, és ha már a jogi nyelvről, nyelvi jog, tetszenek tudni, annyiféle ága boga, hogy amikor, hát abban az esetben képzeljük el, Kolozsváron valaki kap a polgármesteri hivataltól egy értesítést, ami románul van, és ő magyar, és nem értette meg, és valamit félreért, és akkor hát őt emiatt nagyon meg fogják büntetni, mert nem csinált meg valamit, amit meg kellett volna. Itt akkor rögtön ugye ebből nyelvi jogi konferencián előadást lehet tartani, hogy ugye a nyelvi jogok, hogyha nem tartják be, hogyha az ő anyanyelvén, akkor most neki milyen hátránya, meg minden. Teljesen így van. És tessék megmondani, ezt én a Szépe György tanár úr, néha, most már sajnos néhai Szépe György, nagyon derék ember volt, kiváló nyelvész, és ő is ilyen nyelvi jogokkal foglalkozott többek közt, de még nagyon sok mindennel. És neki készült egy emlékkönyv, és abba jutottam meg egy tanulmányba, hogy de mi van akkor, hogyha a kecskeméti ember kap magyarul az önkormányzattól valamit, és ha ő nem érti meg, és őt megbüntetik, akkor ez nem a nyelvi jogoknak a súlyos megsértése? Bocsánatot kérek, ez ugyanaz a helyzet. És akkor, hogyha megtetszenek nézni,
hogy Magyarországon miket küldözget, hogy ezt most hogy kell értelmezni, és a szakértő azt mondja, hogy ennek van egy ilyen értelmezése, de lehetséges neki még egy ilyen értelmezése, és akkor tessék eldönteni, hogy az embereknek tetszenek látni, az embereknek van szükségük. Hát a magyar nyelv használatát kikorlátozza Magyarországon bármilyen törvény. De ha olyan formában használják, hogy az emberek annak nem tudják hasznát venni, és nekik nagy káruk származik abból, hát azért adtam annak azt a címet, hogy a többség nyelvi jogai, ennek, amit a Szépe tanár úr, mert erről beszéltem, és megírtam, hogy Szépe tanár úr már annyit írt eddig a kisebbség nyelvi jogairól, hogy én, mint kisebbségi, most úgy látom ülőnek, hogy akkor én most a többség nyelvi jogairól, és akkor ezekről a dolgokról, hogy az is hozzátartozik, hogy akárhogy a hivatalok, vagy egyáltalán a mindenféle tájékoztatás. Hát tessék elgondolni Angliában, rögtön befejezem, ne tessék, ez olyan téma, aminek ott van vége, ahol az ember abba hagyja. Hát Angliában elindult egy olyan mozgalom, ami a Plain English Campaign, ami a közérthető angol, és az, hogy igenis, ami közérdekű, az olyan angolsággal legyen, hogy azt mindenki értse meg. És például az, hogy mi van egy munkaszerződésben. Azt neki alá kell írni, azt neki ott helyben meg kell érteni, és ez nem nyelvművelés. Ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy biztosítani az embereknek azt a jogot, hogy olyan nyelven kapjanak információt, amit ők meg is értenek. És ez nem egy példátlan dolog, és tetszenek tudni, az volt az érdekes, hogy van az a nagy mitosz, ezt biztos tetszettek hallani, hogy a jogi nyelv az azért olyan, amilyen, meg ez a hivatali, mert ott minden vesszőnek jelentése van, és hogy az csak olyan pontosan lehet, és akkor, amikor ezek ott Angliában nekiálltak erről a bükfanyelvről lefordítani érthető angolra, akkor lépten nyomon abba botlottak bele, hogy a nagyon pontosnak mondott hivatali nyelvet, amikor egyszerű világos nyelvre kell lefordítani, az már biztos egyértelmű lesz, de nem lehetett lefordítani, mert hiába kérdezték a jogászoktól, hogy most a két értelme szerint melyiket kell, mert azt nem tudták megmondani, mert a közönséges, normális, egyszerű hétköznapi beszéd, azt tessék el, hogy sokkal egyértelműbb, mint az a nyakatekert hivatali nyelv. Nem arra kár hivatkozni, de ugyanakkor viszont embereknek nagy kára tud ebből származni. Szóval, hát én itt magamban mondtam, hogy ott lesz vége, ahol abba hagyom, akkor most én itt abba hagyom. Aki, mondom, kíváncsi lesz még, sok mindenféle egyéb vonatkozásai vannak. Ezt akkor én szeretettel itt hagyom a könyvtárnak, és akit majd esetleg érdek. Az interneten is elérhető egyébként a Transindex adott bankban, hogyha elkeres az ember onnan, PDF-be is le lehet tölteni. Úgyhogy én megköszönöm még egyszer, nem csak azt, hogy meghívtak engem ide, hanem azt is, hogy ilyen türelmesen végighallgattak. Hogy ez a kifejezés, hogy kisebbség, ez
tudom románul a minoritát, de más nyelvekben is, több nyelven is, mindig minden, hogy kisebbségek nevezik. Mert, hogy ez eleve, Ez nem lenne szó. Csoportnak, nem, force group-ének, nem. Azt jelenti, hogy nem adják. Hivatalosan force group-e népcsoport. Nem, pontosan ezt akarták elkerülni, hogy kisebbség, többség. Igen, mert ez már eleve valami zsákutcát jelent. Igen, na tetszik tudni, ez megint egy érdekes dolog. Meg tetszenek engedni, hogy én most üljek egy kicsit. Beszélni úgy szeretek, hogy azért mindenkit lássak. De hát ez most egy nagyon érdekes kérdés. Ezt mi már lejátszottuk az RMDS-be, meg minden. Tehát ezt én úgy nevezem, hogy a minek nevezzelek problémáját. És hogy mondjam? Tetszettek valamit megfigyelni? Akinek olyan, tehát hogy mondjam? Aki eléggé igyekezett, hogy ehhez idejében megszülessen, mint én mondjuk, az emlékezhet rá, hogy volt egy időszak, amikor senkinek az égvilágon avval, hogy a szépség nem volt semmi baj. Mert nem volt semmi baj. Mert ha egyszer számbelileg kevesebben vannak, akkor nyilvánvaló, hogy ők kisebbség. Ez a törvénytervezet, ez nem kisebbségről beszél. Ez nyelvi és etnikai közösségekről beszél, és nem népcsoportról beszél, mert az olyan, hogy nem olyan jól használható az. Mert ha most azt mondom, hogy nyelvi népcsoport, hát az mi? De nem beszélhetek egyszerre a nyelvi és az etnikairól. Miért? Azért, mert itt ez világosan meg van különböztetve. Mondjuk ebben az is látszik, hogy ezt nyelvész csinálta, aki nagyon érzékeny arra, hogy a szavak mit jelentenek. Tudni, vannak olyan jogok, amit jellegzetesen a nyelvhasználattal kapcsolatban és az anyanyelvhasználattal kapcsolatosan. Világos, hogy ugyanazok a jogok mindenkire, azokra kell, hogy vonatkozzanak, akiknek az az anyanyelve. Tehát ha azt mondom, hogy a magyar nyelvi kisebbség, akkor az a magyar anyanyelvűekre, tehát magyar nyelvi közösség, akkor az a magyar anyanyelvűekre vonatkozik. Az nem kell, hogy mind magyar legyen. Ebben benne vannak a Erdélyben a magyar anyanyelvű örmények például, akik nagyon önérzetes örmények amúgy, tehát az etnikai közösség szempontjából ők az örményekhez tartoznak. Ebben benne vannak a magyar anyanyelvű zsidók, magyar anyanyelvű cigányok, ez mind a magyar nyelvi közösség. Az etnikai közösség az ami az etnikai, tehát az, ami arról szól, hogy én magyar vagyok, én zsidó vagyok, én örmény vagyok, és akkor azt a közösséget. És ez nagyon fontos, mert különben borzasztó furcsa dolgok lesznek. Hát tessék elképzelni, van Romániában egy ilyen közigazgatás megszervezésére vonatkozó törvény 2001-ből, ha jól emlékszem, amelyik azt mondja, hogy az olyan közigazgatási egységekben, ahol egy nemzeti kisebbség, mert ezt a terminust használja, hogy nemzeti kisebbség 20%-nál nagyobb arányban van, ott a önkormányzattal, a polgármesteri hivatalokkal való kommunikációban lehet használni, és hogy ott ki kell írni mindent az illető kisebbségnek a nyelvén is. Na most tessék elképzelni, hogy Olténiában van olyan falu, ahol a falunak, tehát, de úgy, hogy
nem is, hogy egy falu, hanem több falu, és azok már egy közigazgatási községet, ahol a népességnek körülbelül 70%-a cigány. A törvényt, ha alkalmaznánk, mindent ki kellene írni cigányul, olyan helyen, ahol azt senki nem értené, mert azok a cigányok mind román anyanyelvűek, nem is tudnak cigányul. Tehát ez ilyen furcsa. Most, hogyha ez arra vonatkozik, hogy különveszik azt, hogy nyelvi közösség, akkor a nyelvhasználattal kapcsolatos jogokat arra lehet megfogalmazni, és akkor világos, hogy nem az számít, hogy Kolozsváron hány magyar nemzetiségű van, hanem hogy hány magyar anyanyelvű van, és magyar anyanyelvű zsidókkal, stb. És akkor úgy nézni az arányokat, és akkor azt szerint kiírni vagy nem írni ki, vagy egyáltalán így rendezni. Most ez, hogy a kisebbség az sértő. Erről nem gondoltuk így, ameddig a politikusok ki nem találták, mert a politikusok, tetszenek tudni, szavakért harcolnak. A politikusoknak valahogy, ez érdekes, az nem nagyon fontos, hogy az miről szól, hanem hogy az a szó, az legyen. Hát mi a Ceausescu korszakban mi voltunk? Együtt élő nemzetiség. Hát érdek értünk együtt nap. De, na most akkor, amikor jött a 89. december, akkor utána senki nem mondta, hanem azt mondták, hogy mivel vagy a nemzetközi szabályozásban a nemzeti kisebbség az a terminus, akkor legyünk nemzeti kisebbség. Na jó, lettünk nemzeti kisebbség, mindenki meg volt vele elégedve, senki nem értett ebben semmi rosszat, mert összesen annyi van, hogy kevesebben vagyunk, és ez letagadhatatlan. Hát ha nem úgy lenne, akkor meg is beszélnénk erről, mert akkor mi lennénk a többség, igaz? És ez összesen annyit jelent. És tényleg ebben is van olyan, hogy országos nyelvi többség, de az, hogy országos nyelvi többség, az úgy van meghatározva, hogy országos nyelvi többség, az a nyelvi közösség, amelyiknek a száma meghaladja az ország összlakosságának a felét. És akkor, mivel hogy ez kizárólag csak számbeli dolog, semmi egyéb, itt az van, hogy az országban az országos hivatalok, tehát az országos nyelvi többségnek a nyelve, az az ország egész területén hivatalos. Tehát itt nem azért a román a nyelvi, a hivatalos, mert hogy ez éppen a román, hanem azért, mert ez az országos nyelvi többség. És akkor jön ugyanennek az elvnek az alapján, hogy a regionális, tehát például megye szinten, vagy hogyha az ottani nyelvi többség nyelve az illető közigazgatási egységbe hivatalos nyelv, ugyanaz szerint az elv szerint. De az regionális hivatalos nyelv. Amikor az következne, hogy országosan Romániában hivatalos nyelv a román, minden. Még Gelencé. A Gelence viszont egy olyan megyébe tartozik, ugye Hargita és Kovászna megye, ahol a magyar az regionális nyelvi többség, tehát ott akkor a magyar is hivatalos nyelv. Miközben a román is, persze. De ez viszont azt jelenteni, hogy ebbe a két megyébe a román nyelv az még bodzafordulón is, a magyar nyelv még bodzafordulón is második hivatalos nyelv, és ha valaki megjelni, alig vannak magyarok, majdnem mindenki román, és akkor ami azt jelenteni, hogy ha valaki magyarul ad be a polgármester hivatalnak, azt ott kötelen se kell fogadni, aztán megoldják, hogy mit csinálnak vele. És olyan is lenne, hogy például a szlovák az egyes egyedül csak nagylakon lenne helyi, tehát közigazgatási hivatalos nyelv. Tehát az, hogy többség, kisebbség, az csak ilyen formában. Na most, akkor eltelt valamennyi idő, csak hogy tessenek látni, hogy a politikusnak tényleg a szavak fontosak. Hogy kisütötték, már mire a, nem is tudom melyik kongresszuson volt, hogy
Az nem jó. Minden bajunk ebből származik, hogy kisebbségnek hívnak bennünket, mert ez olyan megalázó, ezt aztán gyorsan elkezdik terjeszteni, az emberek elkezdik olvasni az újságot, kezdenek gondolni tényleg. Hát ez olyan idő, és akkor így alakul ki, így tudja a politikus biztosítani, hogy ő a választóit képviselje, hogy ő hozza létre a választóit, akiket ő képvisel, ő kitalál valamit, akkor azt elkezdi terjeszteni, akkor egy idő után már mérni lehet, hogy hányan értenek egyet avval, hogy ez így van. Na ugye, hogy igazam volt, de amíg nem mondta, addig nem zavart ez senkit. Szóval, és tessék elhinni, hogy ezen tényleg semmi az égvilágon nem volt. Az nevezhetnek engem akárminek, csak hagyjanak nekem békét, és hagyják, hogy én azt csináljak, és beszéljek úgy, ahogy akarok, és akkor nem zavart. És akkor kitalálták, hogy a nagy tétele, azt hiszem a vásárhelyi kongresszusnak, hogy ezen most már változtatni kell, és hogy a méltóságunkhoz azt talál, hogy mi legyünk társnemzet. Na tessék ezt elképzelni, társnemzet. És hát, hogy mondjam, én ezzel gondolkoztam, és sehogy nem bírtam meg, de ezt, hogy mondjam, ezt patrubányék nyomták nagyon, mert minden áron, hogy legyünk társnemzet. Hát én már is tudtam egy halmaz elméleti problémát megoldani, az egy matematikai probléma, hogy tudni, egyszer azt mondjuk, hogy a romániai magyarság a magyar nemzetnek szerves része. Na most akkor van egy társnemzet, de ez most kinek társnemzete? Ez most a magyar nemzetnek, vagy a román nemzetnek, vagy ez hogy van? És akkor hogy lehet az, hogy van legalább egy olyan nemzet, a magyar, aminek része egy nemzet? Igaz, hogyha ez társnemzet, ez egy jó halmaz elméleti paradoxon. Én, amikor erről volt szó, én mondtam, hogy nekem volna egy jobb javaslatom. Na, úgy is van nekünk anya nemzetünk, legyünk mi a gyerek nemzet. Mert mondtam, úgyis olyan infantilisak vagyunk, pont jól találni fog ránk. Hát, hogy nem volt vele más sikerem, pedig nem is mondtam komolyan. De csak azért, hogy jelezzem, hogy tényleg azt értem, hogy ki tud alakulni egy olyan közhangulat, és nem kell hozzá nagy előfeszítés, el kell indítani is utána, hogy az emberek kezdjenek azon. Tessék elhinni, nekem az a véleményem, annak, hogy kisebbségnek, akárminek, annak nincsen semmi, azon nem múlik semmi. Azt, hogy erről miket lehet elterjeszteni, hát akkor komolyan vehetni azt is. Hát a románok mi mindent terjesztenek arról, hogy a magyar, akkor most mondjam, hogy én nem akarom, hogy engem magyarnak hívjanak, mert van, aki úgy gondolja, hogy az ezért. És vagy hát ott van az, hogy a róma. Hát az is egy olyan dolog. És azt kitalálták, hogy nem kell azt mondani, hogy cigány, mert a politikai korrektség az most ugye megköveteli azt mondjuk, hogy roma. És akkor hallom, most láttam egy nagyon jó kis videót, ahol a cigányok azt mondják, hogy ez olyan hülyeség, hogy őket romának hívják, amikor ők cigány. És akkor mert ebben valami olyasmit éreznek, ami tényleg benne is van. Hogy lehetőleg ki sem mondjuk a számon azt, hogy cigány. Nevezzük őket bármi egyébnek, de tetszenek látni, miről szól ez. Ez arról szól, hogy a nyelvet akarjuk változtatni, ahelyett, hogy a világot akarjuk. Én egy olyan világot szeretnék, ahol nyugodtan lehessen azt mondani, hogy cigány, mert attól senki nem fog semmi rosszra, nem lesz ennek semmi mellékjelentése, de nem a világot akarjuk, de ha nem azt akarjuk, akkor tessék elhívni, hogy hívhatjuk akárminek, és lehet akármilyen politikai korrektség, mert ugye először volt Amerikában az, hogy nigger, akkor az nagyon csúnya. Akkor kitalálták azt, hogy colored people, vagy black, igen, akkor az se lett jó,
most ott tart, hogy Afro-American, hogy afro-amerikai, és hamarosan ki fog derülni, hogy ennek is van, mert ha az emberek úgy használják, akkor annak lesz egy olyan, a világot kell megváltoztatni, mert ez fog menni tovább, és akárminek, mert hát tessék elképzelni, a szó az nem szabadít meg bennünket semmit. Én emlékszem, Debrecenbe sétáltam, és van ott egy olyan szép szökőkút ott, és mondtam, hogy milyen szép ez a szökőkút. Azt mondták, hát igen, csak kár, hogy nyáron belefürdik az etnikum. Hát hogyha etnikum, ugye, tetszenek látni? Hiába mondja, hogy etnikum. Ha olyan szándékkal mondja, mondhatja akárminek. És azért mondom, hogy a világot kell megváltoztatni, a szavakat hiába